Üdvözlöm kedves nézőinket! Mai beszélgető társaim Nászné Széjártó Zsóka és Görög Anikó zuglói óvodavezetők. Megkapták, ha jól tudom, a felvételi határozatot értesítőt azok a szülők, akiknek szeptembertől kis óvodás gyermekeik lesznek. Van-e valami teendőjük a szülőknek a nyár folyamán? Valami program, esemény, kötelező, tennivaló? Mit kell tudni erről? Melyik ötök válaszol, Anikó? Igen, természetesen megkapták. Június 3-ától vehetik át az értesítőket és a határozatokat. A szülők jönnek is folyamatosan és átveszik. Ez egy felvételt jelent számukra az adott intézményben. Feladatuk igazából az, hogy készüljenek az óvodára. Vannak nyári feladatok, amiket nálunk legalábbis a szülőknek meg kell tenniük. Mi tartunk ilyenkor még a zárás előtt egy úgynevezett tájékoztató szülő értekezletet, ahol már a csoportbeosztást és az óvónéniket bemutatjuk a szülőknek, a leendő kis csoportos szülőknek. Nálatok? Hasonló nálunk is a zuglói munkavár óvodában a helyzet. Az értesítést én már minden felvett gyerek szüleinek átadtam, egy meghívó kíséretében, ami nálunk is a leendő kis csoportosok szülői tájékoztatóját tartalmazta, és nyilván itt, akik már felvételt nyertek, egy kicsit bővebb tájékoztatást kapnak az óvoda programjáról, az óvoda életéről, a házi rendről, és végül is nyáron az a teendőjük, hogy ezeket tanulmányozzák. A házi rend az egy nagyon fontos dokumentum szerintem a leendő szülők számára. Mi is még pluszban, augusztusban tartunk egy ismerkedési játszó délutánt a leendő kis csoportosok és a már beosztott óvodapedagógusok között, és itt alkalmuk van nyilván egy kicsit ismerkedni is. Nálunk nem szokás és nem hagyomány a szülők meglátogatása, a család látogatása nyári időszakban. Mi erre fókuszálunk, hogy a mi intézményünkbe találkozunk, és egy kellemes délutánt, egy kellemes beszélgetést, egy játszó délutánt tartunk számukra. Ebédbefizetés mikor lesz? Az ebédbefizetés az úgy zajlik, hogy ilyenkor mi a szülőértekezleten ki szoktuk osztani azokat a dokumentumokat, nyilatkozatokat, ami szükséges ahhoz, hogy az étkezést azt meg tudják rendelni a szülők majd, vagy saját maguknak, vagy mi megrendeljük. Ugye itt nyilatkozatot tesznek, hogy milyen formában fogják az étkezést megrendelni webes felületen, vagy pedig esetleg csekken. Illetve ugye a háromgyerekes családok kitöltik a nyilatkozatokat, illetve akik kedvezményt igényelnek, azt a nyilatkozatot kitöltik. Mi még kiszoktuk ilyenkor, erre az első szülőértekezletre el szoktuk hívni a logopédus kollégát, és most már ugye a törvény előírja, hogy a kiscsoportos gyerekeket is szűrik beszéd, vagy a logopédusok ezzel a COFA szűrőrendszerrel, és akkor ennek a kérdőívét is megkapják a szülők, amit nyáron ugye kitölthetnek otthon. Hát az ebédbefizetés ugye az júliusban már lehet a szeptemberi csőt, akik odajárnak, azok már most megkapják a szeptemberi csekkeket is, de igazából július végéig, augusztusban fizethetnek, ugye egy hónapra előre, mindig hónap 5-éig lehet megrendelni a szeptemberi ebédjüket. Ti Zsóka bölcsödével vagytok ebbe? Egybe, igen. Tehát ti máshonnan kapjátok az étkezést, rátok a bölcsöde főz. Igen, igen. Nálatok hogy alakul az ebédbefizetés, illetve a bölcsödés óvodákban hogy alakul? Ugyanígy, mint hogyha más beszerzési útvonal van, az eljárás az végül is ugyanaz. Tehát mi és előre fizettek ott is egy hónappal? Igen, előre? Így van, igen, előre. Igen. Hát nyilván ez ennek az a fontos üzenete, hogy a bölcsödei gazdasági osztálynak előre be kell szerezni a nyersanyagokat, úgyhogy nálunk is ugyanez az eljárás. És van-e arra lehetősége a szülőknek, illetve a leendő kis óvodásoknak, hogy a nyári óvodai élet folyamán bemenjenek például az udvarra, és ott legyenek egy fél órát, órát? Van-e ennek gyakorlata?
Csatlakozva a Zsókához, nálunk ezért ez úgy zajlik, igen, hogy mi is tartunk egy ismerkedési délutánt augusztus utolsó hetében. Mi velük ellentétben ebből látszik, hogy mennyire sokszínűek az zuglói vodák, és mennyire mindenki a saját hagyományait ápolja. Mi, ha a szülő igényli és beenged minket, ugye nem kötelező természetesen, akkor mi azért egy környezésre ki szoktunk menni, egyeztetik az időpontot a kollégákkal, és akkor egy kicsit a gyereket a családjában is szeretjük megismerni, megmutathatja a kis játékait, tehát egy picit érzelmi kapcsolatba kerül a leendő pedagógusokkal, ugyanúgy nálunk is van természetesen ez a ismerkedési délután, és lehetőséget igen biztosíthatunk arra, hogy bekukkantsanak és bejöjjenek nyáron az óvodába, de én azt gondolom, hogy azért ezt ne felejtsük el, hogy ott a gyerekek játszanak, tehát ott van egy felállított szabályrendszer, amit még az új kicsik nem tudnak. Nagyon fontos, hogy az ő biztonságuk, vannak ügyeletben lévő másik óvodából lévő gyerekek, tehát ha bejönnek, azért az nagyon fontos, hogy a szülők figyeljenek a gyerekükre, és azért olyan szabályokat tartsanak be, főleg az udvaron, amit ugye a többi gyerek mellett, mert hát hiszen ott azért zajlik nyáron is az élet az óvodákban, de természetesen nem tiltunk ki senkit, nem zárkózunk el, lehet jönni, meg lehet nézni, lehet egy picit ismerkedni, de a szülőnek az a felelőssége, hogy ott akkor azért felügyelje a gyerekét. De gondolom ez azért nem úgy kell elképzelni ezt, hogy akkor egy héten keresztül ott van, hanem mondjuk nem. Egyszer vagy kétszer így a nyár van, folyamán, bekukkant, bejön, különösen, van, ha az óvónéni dolgozik pont, így van, aki lesz a leendő. Mi az előzetes szülői értekezleten, ami tényleg most a napokban lesz majd a intézményünkbe, el szoktuk mondani, hogy egy előzetes megbeszélés alapján lehet, és az óvodapedagógus el tudja dönteni, mert ha egyedül van a nyári időszakban a csoporttal, akkor nyilván az idő nem alkalmas arra, hogy ismerkedjen, mert itt leginkább a szülőnek arra van igénye, hogy ő ismerkedjen az óvónénivel, az óvodapedagógussal, és mert az óvodapedagógus a pici gyereket úgy is megismeri, tehát neki kell inkább egy kis biztonság, hogy kihez is fog kerülni az ő kis gyémántja. És milyen gyakorlati tanácsot tudtok adni a szülőknek, a családoknak? Hogyan készítsék fel ezeket a kicsi gyerekeket? Akár otthonról jönnek, akár ha bölcsödéből jönnek. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ne akasztanak a gyermekekre félelmeiket, aggodalmaikat. Tehát én azt gondolom, hogy a gyereknek az óvodakezdés az egy örömteli várakozás legyen. Tehát tényleg jó kedvel, jó érzéssel, örömmel jöjjön az óvodába, és ne fenyegetésként, ne úgy élje meg, hogy jaj, az óviba jössz, és akkor ezt, és jaj, ha nem, akkor nem fogsz tudni, és mit szólnak. Mi szeretettel várunk minden gyereket az óvodába, hiszen azért vagyunk. Nagyon fontos azért, én azt gondolom, hogy bizonyos önállósággal azért rendelkezzenek a gyerekek. Tehát nagyon sokféle tapasztalat van, erről sokat beszélgetünk, hogy nem egyformán jönnek a gyerköcök az óviba. A bölcsödésekkel ilyen szempontból nagyon szerencsések vagyunk, én azt gondolom. Ők már egy közösség, egy szocializált gyerekek, szoktuk mondani, és azért velük tényleg sokkal könnyebb a helyzet. Akik a családból jönnek, azoknak meg engedtessék meg, hogy otthon még egy picit kényeztették 3 évig a szülők jobb esetben, viszont azért vannak alapvető dolgok, amiket én azt gondolom fontos, hogy tudja a gyerek, és ezekről jó, ha beszélgetnek. Hát ugye nem is beszélek a szobatisztes, bár tudom, hogy a törvény nem írja egy konkrétan előtt szobatiszta, gyerekek jöhetnek csak az óvodában, de én azt gondolom, azt mindannyian tudjuk, hogy nincsenek meg azok a feltételek az óvodában, hogy mi ott pelenkázni tudjunk, vagy bármi, a pelenka meg veszélyes hulladék, azt nem is mondom, tehát hogy ezek fontosak, illetve az alapvető szükségleteit valamilyen szinten tudják közölni, azért az nagyon jó, ha tudják, én azt gondolom a gyerekek. Nálatok, Zsóka, máshogy van, vagy te is így gondolod? Hasonlóképpen, mint Anikó, hiszen most az óvodai nevelésről beszélünk, ami nekünk az alapfeladatunk. Igen, ugyanígy nagyon fontosnak tartom. Egyrészt nem kell egész nyáron arról beszélni, hogy majd ő óvodás lesz. Szerintem hagyják meg azt a kis időt, hisz egész nyár folyamán azt hallani, hogy óvodás leszek a végén, el fogják venni a kedvüket. Tehát
meg kell hagyni a nyárnak azt a kis utolsó időszakát, amikor tényleg már érdemes ezzel úgy foglalkozni, hogy óvodáskorú lesz a gyerek. Nagyon fontosnak tartom, amit Anikó mondott, hogy ne egy riasztó élmény legyen, hogy óvodás leszel, és hogy ott már bezzeg a bezzeg. Tehát erre nagyon oda kell figyelni a szülőknek, hogy érzelmileg, hogy készítik fel a pici gyerekeket. Azt is nagyon fontosnak tartom én is, hogy a két dolog, a szobatisztaság és a cumizás, amit nyáron ilyenkor nagyon gyorsan le akarnak vetkőzni a szülők, és most is, amikor aláhúzták, tétováztak, hogy szobatiszta nem, de rajta vagyunk. Hát most ez a rajta vagyunk, gondolom, egy tényleg egy felfokozott dolog lesz. Én a szülői tájékoztatón is el fogom mondani, a szobatisztaság igen, az egy fontos szempont lenne, hisz tényleg a veszélyes hulladékot mi nem tudjuk tárolni, viszont a cumizásnál úgy vagyok, mivel nekem is felcseperedett egy lányom, hogy ne vegyék el erőszakkal. Nyilván van egy időszak, amikor már le kell tenni azt a cumizást, akár a fogváltás és a fogszabályzás miatt is, de azt gondolom, hogy ha az megnyugtatja őket majd az első időkbe, akkor azt nyilván egy esztétikus tárolással, higiénikus tárolással azt meg tudjuk majd oldani. És még nagyon sok dolga van úgymond a szülőnek, mert ott van az óvodai jel, azzal is megismertetheti a gyereket, hogy mit választott a gyerekének, rajzolhatnak, vagy az óvónéninek rajzolnak, vagy készítenek. Tehát vannak olyan érzelmi dolgok, amivel szerintem szerencsésen fel lehet készíteni ezeket a pici gyerekeket is. Egyébként én azt szoktam mondani a szobatisztaság kérdésére, hogy azért nem ír róla a törvény, mert a törvényalkotók fel se tételezik, hogy egy 3 éves gyerek még nem szobatiszta. Tehát amikor ezeket a törvényeket megalkották, akkor még 1,5-2 évesen szobatiszták lettek a gyerekek, legalábbis a 90-95%-uk. Tehát nem azért nem ír a törvény róla, mert lehet pelenkásan óvodába jönni, hanem azért nem ír a törvény, mert eszük ágába nem jutott, hogy még egy 3-3,5 éves gyerek nem szobatiszta. Ezt azért én úgy gondolom nyugodtan kimondhatjuk, mert ez valóban így van, hogy tudjuk mindnyájan, hogy ezekkel az eldobható pelenkákkal egy jó évvel, 1,5 évvel kitolódott a szobatisztaság az elmúlt évtizedekben. Ez így igaz, és beszélhetünk arról, hogy most kényelmi szempontból, már mint a szülő részéről, tehát hogy mi motiválja arra, hogy még mindig rajta legyen a gyereknek, vagy a gyerek érdekeit. Tehát ez egy kettős dolog is lehet, és mérce, de való igaz, hogy egy 3 éves gyerek, aki már nyáron, mert ugye most arról beszélünk, aki ebben augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, már érett arra és megérti azt, és kényelmetlen neki, hogy ott van egy csomag, még akár nedvesen, vagy más termékkel is. Meg hát az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy tehát az érési folyamat is más és más a gyerekeknél. Tehát most egy pszichológus kollégával ülnénk itt, biztos, hogy ő ezt el tudná mondani, hogy mások az érési folyamatai a mai gyerekeknek. Ezt tudjuk, ezt mindannyian tapasztaljuk, nem csak a szobatisztaság területén, hanem ha beszélhetnénk a beszédről, és sorra vehetnénk, hogy bizonyos területeken sokkal érettebbek a mai gyerekek, viszont ezeken a területeken meg én azt gondolom, hogy picit eltolódik az érés, és hát pont ebből adólag, ahogy te is mondod, hogy bizony tényleg sokszor érkeznek úgy, és nagy a dilemma a szülőnek, hogy elmondja, vagy ne mondja, vagy mit mondjon. És ugye mindig szoktam mondani, hogy egyébként az igazság a leg kifizetődőbb. Tehát úgyis észre fogjuk venni, úgyis rá fogunk erre jönni, amikor megkapja, én szoktam mondani, a 8. szeretett csomagját egy nap az acskóban, mert ezért ugye nem tiltjuk ki, de hát át kell öltöztetni, és amikor a 8. csomagot viszi haza egy nap, akkor ő is elgondolkodik, és sokkal jobban együtt tudunk működni, hogyha őszintén megmondja. Szerintem félelmeik azok, hogy akkor kirakjuk az óvodába, megszűnik, vagy az óvodából megszűnik a helye, ugye ilyen nincs, tehát ilyen nem fordulhat elő. Vannak, én azt gondolom, megoldások, minden kollégám nevében mondhatom, hogy
élünk a lehetőséggel, lehet egy folyamatos beszoktatás, elviheti délben, mert ugye sokszor összekeverjük a szobatisztaságot az eltisztasággal, tehát hogy azért erről tudnánk szerintem sokat beszélni, de én azt gondolom, hogy azért ez mindannyian nagyon jól megoldjuk. Csak nagyon fontos az együttműködés és az őszintesség. Mindig ezt mondom, hogy enélkül nem lehet együtt nevelni, hogyha erről lemondunk. Zsóka, két dolgot emeltél ki, ugye a cumit és a szobatisztaságot, de én úgy gondolom, hogy azért a zökkenőmentes óvoda kezdéshez még van egy-két dolog, amit otthon a családok gyakorolhatnak. Például ugye ilyen a kanálla levés. Az étkezés. Pohárból ivás. Igen. Rágni, megtanulunk rágni. Igen. Nem turmixolunk már egy 3 éves gyereknek, hogyha egy egészséges 3 éves gyereknek rágni kell megtanulni. Igen, ezekkel tapasztaljuk nap, mint nap, és szembesülünk. Igen, azt, hogy öltözködni, persze segítünk, hát azért vagyunk, hogy segítsünk, de azért egy bizonyos dolgot, főleg mikor nyáron kis rövid nadrág, rövid póló, tehát kevés ruhanemű van, hát azért azokat lehet megtanulni, hogy hogyan húzzuk föl, hogyan tudja a gyerek magára húzni. Igen, ezek nagyon fontos dolgok. És hát beszélgessünk. Tehát én azt gondolom, hogy nem keveset beszélgetünk a gyerekekkel, vagy beszélgetnek a szülők. Legfontosabb az igen, hogy beszélgessenek, és el tudja mondani, amit gondol, meg a szükségleteinek a jelzését. És mennyire tapasztaljátok azt, hogy mondjuk ez a bölcsődébe szerintem már nem igazán, tehát ugye nálatok a gyerekek nagy része a bölcsődei csoportból kerül föl. Tehát igen, relatív sokan. Kevés olyan gyereket vesztek föl, aki otthonról érkezik. Azért most érdekes, hogy ebben a tanében úgy arányaiban változott. De igen, úgy volt, hogy ugye zömében a bölcsödéből kerültek föl, de mondjuk Anikóék óvodájába, ugye a Hétszínvirág óvodába, meg ilyen majdnem felesbe érkeznek otthonról és a bölcsödéből, hogy különösen az otthonról érkező anyukáknál tapasztaljátok, hogy sokszor ő fél jobban, ő sír többet, így van, és így ő van. Aggódik jobban. Erre mit tudtok mondani? Mert a gyerekeket, itt, amiket most elmondtatok, ugye föl lehet készíteni. Így van. De a így szülő van. Saját magát, főleg az anyukák saját magukat, hogy tudják fölkészíteni? Igen, ez egy érdekes dolog. Igen, szoktam mondani, hogy sokszor az anya sírva megy ki az óvodából, és ja Istenem, mi történik? A gyerek az néhány perc múlva megnyugszik jobb esetben, és tényleg nem történik semmi. Én azt gondolom, hogy erre jó a fokozatosság elve, legalábbis nálunk ez így működik, hogy behozzák reggel, nálunk nincs anyás beszoktatás, mert hiszen egyszerre jön 25 gyermek, 25 szülőt nem tudunk, tehát más, mint a bölcsőde, ugye a bölcsőde fokozatosan szoktatják be a gyerekeket. Viszont ez nem azt jelenti, hogy berakom a 8 órakor a gyereket, a 25 gyereket, és akkor mindenki eltűnik. Mi úgy szoktuk, legalábbis nálunk ez így működik, hogy mi megkérjük a szülőket, hogy egy óra múlva vagy menjen egy kört, jöjjön vissza, de úgy, hogy a gyerek ne lássa, vagy telefonáljon, akkor mi azért erre rászánjuk azt az egy hetet, két hetet, hogy természetesen oda megyünk, megnézzük. Ha nem sír, ha jól érzi magát, akkor én azt gondolom, egy 2-3 órát, vagy akár még ebédig is ott maradhat a gyerek. Amikor persze sokkal nehezebben szokik be, akkor lehet egy fokozatosság, 1-2 óra múlva elviszi, és ezt szépen kitoljuk úgy, ahogy a gyerek igénye kívánja. Tehát ezért fontos, én azt gondolom, a gyerekeknek az igényeit figyelembe venni, hát a szülőket nyugtatjuk. Tehát én mindig azt mondom, mindenki besz. Olyan nem volt még, hogy szerintem, hogy valaki ne szokjon be az óvodába, hogy 1 év alatt, 2 év alatt, vagy Isten 3 év alatt, az egy dolog, de szerintem mindenki beszokik. Igen, őket kell nyugtatni, mert szerintem nekik sokkal nehezebb a leválás szülőként, mint a gyereknek. A gyerekek könnyebben leválnak, a szülő nehezebben. De hát ez nem baj, ez így jó, ez így természetes. Azt is szoktam mondani, hogy aki sír, az jó helyről jött, jól érezte otthon magát. Ez egy teljesen nyilvánvaló, hogy hát én is, ha egy olyan helyre megyek, ahol új, akkor persze, hogy másképp látom. Hasonló nálunk is különben a helyzet, és én a kollégáimat, és mint nemrég elhagyó óvodapedagógusként mindig azt mondtam, hogy időt hagyni a szülőnek, hogy kérdezhessen, addig kérdezzen, amíg már nem látjuk rajta, hogy ő igen megnyugodott, és most már ott meri hagyni a pici gyerekét, és csatlakoznék a
amit Anikó most mondott, egyrészt a bizalom, ami a szülő és az óvodapedagógus között ki kell, hogy alakuljon, a másik pedig, hogy mindig kétszer sír a gyerek egy nap. Reggel azért, mert elvál az anyukájától, este pedig azért, mert ott kell hagynia az óvodáját és az óvodapedagógust. Tehát érdekes, hogy a gyerekeknél mind a két helyen megvan az a bizalom már, és mikor ebből kilép, akkor mind a kettő egy rossz érzés számára. De hát azt gondoljuk, hogy míg pici, addig ez így van jól, és én még kiemelném, most már mi mind a négy csoportban vegyes életkorúak vagyunk, így a bejövő kicsik aránya is nyilván kevesebb, mint Anikóéknál, tehát nem egy csoportban 25 gyereket kell beszoktatni, hanem 4-5-6-7 gyereket, attól függ, hogy hányan ballaktak el abból a csoportból. És itt mindig van egy-két nagyobb lány, aki az anyuka szerepét átveszi, és pátyolgatja, és egy kicsit ezáltal besegít az óvodapedagógusnak is, de a gyereknek, annak a pici gyereknek, és végigviszi, ölelget, és segít öltöztetni, és segít a mosdózásban. Tehát ez egy nagyon fontos, akár fiúról, akár lányokról legyen szó, de ez megvan, és ez nagyon nagy előnye a vegyes életkorú csoportnak, hogy egy kicsit a családnak a mitosza, jellege ott maradhat. Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen mi is. Én elköszönök a nézőktől, és szeretném elmondani önöknek, hogy ez az adás volt ennek a tavaszi évadnak az utolsó adása. Most egy körülbelül 2 hónapos nyári szünetet tartunk, ahol önök is pihenhetnek, mi is pihenünk, és a nyár végén várjuk önöket vissza új műsorokkal, új témákkal. Akinek van jó ötlete, vagy amit szívesen hallana a zsibongóban, azt kérem, hogy a Zugló TV Facebook oldalán írja meg nekünk. Kellemes nyarat kívánok önöknek, várom önöket a viszontlátásra!